Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kisalföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, beszélgető társam pedig Tasnás Schmidt Erika, akivel az általa szervezett Sopron és a nők tematikus sétáról beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is. Erika idegenvezetőként dolgozik Sopronba, és az idegenvezetők világnapján a hétvégén debütál az általa megálmodott tematikus séta, amelyel olyan hölgyekre szeretné ráirányítani a figyelmet, akik híres soproni férfiak támaszai voltak, vagy ugye nőként szereztek hírnevet maguknak. Ugye ez egy nagyon különleges kezdeményezés. Hogyan született meg a séta ötlete? Nagyon régi története van egyébként ennek a sétának, illetve ennek az ötletnek, ami valóban most először fog az idegenvezetők világnapján debütálni, hogyha szabad itt tényleg fogalmazni. A férjem már hosszú-hosszú évek óta idegenvezetőként dolgozik, én pedig mint az asszisztense szoktam vele menni és segíteni. Ez azt jelenti, hogy én néha fáklyát vittem, néha valahova előre mentem és füstölőt gyújtottam, ha kellett, akkor számlát írtam, úgyhogy mindig éppen abban segítettem neki, amiben kellett, és persze hallgattam én is a történeteket, egyre több dolgot tudtam meg én is Sopronról, szeretett városomról, ahol már régóta élek én is. És aztán, hogyha szabad ennyire személyesre venni a dolgot, éppen a harmadik gyermekünk született. Körülbelül egy hónapos volt, amikor kaptam egy felkérést egy könyv szerkesztésében, társszerkesztőként, és én akkor azt elfogadtam, ami úgy gondolom, hogy már alapból is egy nagyon nagy falat volt, és akkor jelent meg, hogy az OK-os képzések utoljára fognak indulni, és nekem már évek óta tervben volt, hogy én is végezzek idegenvezetőként, és mondta a férjem, hogy akkor itt van a lehetőség, most vagy soha, úgyhogy igazából nem is gondolkoztunk, és még emellé beiratkoztam az idegenvezetői képzésre, és 2020-ban elvégeztem. És mi már akkor beszélgettük a férjemmel, hogy tulajdonképpen ilyen séta, ami a nőkre irányítja a figyelmet a városban, nincs. Úgyhogy igazából ez még csak ilyen ötlet szinten volt bennünk éveken keresztül, ez 2020-ban volt már, és most az idegenvezetők világnapja alkalmából, hogy engem is felkértek, hogy szerepeljek, eszembe jutott ez a téma, úgyhogy ez teljesen friss, most került átgondolásra, kidolgozásra, átbeszélésre, úgyhogy ez valóban most először fog elhangozni a közönség előtt, és most hallgathatják meg a sétán résztvevők, akiket szeretettel várok, és nagyon kíváncsi leszek, hogy fog nekik tetszeni. Biztosan nagyon fog tetszeni, ugye itt a beszélgetésünk előtt váltottunk pár szót, és mondtuk, hogy igen, a híres férfiakról mindig van szó, de a mögöttük lévő asszonyokról, hölgyekről ritkán esik szó, úgyhogy én azért is gondolom, hogy ez nagy érdeklődésre tart majd számot ez az egész séta. És miért tartja fontosnak, hogy bemutassa őket? Igen, ugye a tartja a mondás, és ezt is beszéltük már a beszélgetésünk előtt, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, ez a mondás, amivel ez így nőként tudok is azonosulni, meg azt hiszem a többi hölgytársam is, hiszen nyilván a nők kellenek, akik a háztartást, a gyerekeket is viszik a hátukon, dolgoznak mellett, és persze támogatják a férjüket. Egy nagyon-nagyon jó példa, hogyha már egy picit belekaphatok a séta egyik témájába, Gróf Széchenyi István, aki ugye nagyon híres volt, hogy ilyen kicsapongó életet élt a szerelmi szempontból, egy szoknyavadász férfi volt. Az arisztokrata hölgyektől elkezdve minden szemre való csinos hölgynek udvarolt, és próbálta őt megszerezni. És aztán, amikor Cressanszal találkozott, aki ugye akkor férjes asszony volt, és Széchenyi Ferencnek a kitartását mutatta az, hogy 11 éven keresztül udvarolt neki, még aztán a hölgy megőzve gyűlt, és így a gyászév letelte után hamar össze is házasodtak. Cressansz akkor 7 gyermeket vitt egyébként a házasságba magával, és ő utána minden törekvésében támogatta a grófot, és minden közéleti tevékenységében. És hát ugye az idegenvezetőknek az is a feladata, hogy a tudományt fogyaszthatóvá tegyék, és a művészetet és a többi ilyen tárgyat közelebb tudják hozni az emberekhez, és ezért tőlünk a picit a mesék, a legendák is közel állnak hozzánk, és ezért egy kis költői túlzással így szeretnék fogalmazni, hogy azért a reformkor is valamennyire a nőknek köszönhető, hiszen Széchenyi Istvánnak a leírásaiból tudjuk, hogy ő imponálni szeretett volna Cressansznak, és például ezt a híres felajánlását is azért tette, hogy lenyűgözze ezzel a szíve választottját, és ő ezt mindenhol le is írta, hogy ő a szerelem által bizonyítani szeretné, hogy ő jobb emberré vált. Úgyhogy sok minden köszönhető a hölgyeknek.
Ez így van. És a séta alkalmával kikkel ismerkedhetnek meg a résztvevők? Ugye soproni hölgyekről beszélgetünk, de mégis kik lesznek bemutatva ebben a sétában? Igen, több hölgy is, illetve én úgy szeretem a sétákat, hogy sokkal több anyaggal készülök, és anyagom van, mint amennyi mondjuk egy-egy séta alkalmából bemutatásra tud kerülni. Úgyhogy így érdemes többször is eljönni az adott sétára, mert az útvonal is emiatt picit más, és a bemutatott emberek, vagy a bemutatott épületek is mindig másak. De most ezen a sétán, akikkel készültem, ők Reszansz, akit az előbb említettem, de Széchenyihez kapcsolódóan, akkor Berzsenyi lelki és szellemi társáról lesz még szó, Dukai Takács Juditról, Kotanner Ilonáról, akinek egy nagyon érdekes története van, ő a Magyar Szent Koronát lopta el, Turánszki Tihamérnéről, aki Gál Erzsébet néven is ismert, ő az, aki Kisfaludi Strób Zsigmondnak modellt állt a szabadságszobor megformálásában, illetve Slachta Etelkáról is szót fogok ejteni. Őt pedig a Templom utcában a Bezeridi palota előtt fogom bemutatni, amihez ugye más történet is kötődik, hiszen Liszt Ferencnek egy ilyen házi zongora koncertje is ott zajlott. És hogy kell elképzelni a sétát? Ugye elindulnak az adott ponttól, a találkozási ponttól, és hogy fog zajlani ez az egész? Úgy találtam ki a sétát, hogyha mondjuk veszünk egy átlagos, vagy egy jobban ismert soproni sétát, amikor tényleg a Lakner Kristóf, Berzsenyi, Liszt Ferenc és az egyéb prominens nevek elhangzanak, ugye mindenkinek van vagy egy emlékműve, vagy egy épület, amihez kapcsolódik, itt megállunk, de itt nem a férfiakról lesz szó, hanem a nőkről, aki vagy feleség, vagy múzsa, vagy szerelem, vagy pedig ő a saját jogán kapcsolódik az adott épülethez, vagy pedig az adott emlékműhöz, és így a nőkre szeretném irányítani a figyelmet. Ez egy nagyon klassz kezdeményezés, ugye, ahogy az elején is mondtam már, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sokan el fognak menni, mert érdekesnek ígérkezik, mert ilyen megvilágításban, vagy ilyen szemszögből valóban Sopronban még nem volt vezetett séta, és hogyha mondjuk ránézünk egy épületre, akkor valóban azt látjuk, hogy itt Arany János volt, ott mondjuk Petőfi Sándor, tehát hogy csupa-csupa férfi, de ugye a nőkről sajnos nem esik szó, és ezzel pedig rájuk tudjuk irányítani a figyelmet, ahogy egyébként ön tervezi is. Így van, így van. És például, hogyha még Berzsenyivel kapcsolatban elmondhatom, ugye, hogy az ő híresség és mondjuk az ő emlékei a városban milyen kiemelkedőek. De ahogyan említettem, Dukai Takács Judit, aki egyébként az ő feleségének, Zsuzsannának volt az unokatestvére, őt pedig a magyar Szaffóként emlegetik, az első igazi magyar költőnő. Tehát ő ugyanúgy kiemelkedő, és valami nagy dolgot letett az asztalra. Igen, én azért szeretem ezeket a sétákat, mert az ember itt lakik x ideje, járja a várost, ismeri az épületeket, de ritkán megy végig olyan szemmel, hogy megnézném azt, hogy éppen ebben a házban kilakott, vagy kinek az emléktáblája van kint, vagy ugye ott van az ágyugolyó a Templom utcai házban, ami megint csak egy ritkaság számban megy, és tudom, hogy a túra alkalmával ez nem fog előkerülni, de mégis az ember jár a városba rengetegszer, de felfelé nem tekint, vagy nem nézi meg azt, hogy ez mihez kötődik, úgyhogy én ezért is nagyon szeretem ezeket a sétákat mindenféleképpen, és hát bízom benne, hogy ezt sokan fogják majd szeretni. Igen, és hogyha egy kicsit egy tágabb kitekintést is adhatok még a dologról, ugye mondtam, hogy ez azért a témát frissíteni fogom, és változtatni is fogom. Például gondoljunk csak bele a város keletkezésének a legendájába, az agyarral született kislány. Tehát tulajdonképpen, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor maga a város alapítása a legenda szerint is egy nőhöz, egy kislányhoz köthető. És még sok ilyen van. Például a Szent Benedek idősek házánál ugye megtalálták az Ízis szentét. Én azért el szoktam mondani a sétáim alkalmával, hogy ez kiemelkedő dolog volt akkoriban Sopronban, és ezt lehet, hogy most is nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, hiszen akkor, amikor a római kori város Scarbencia létezett, akkor ezt az Ízis szentét, magát ezt a misztérium vallást, ami a nőknek volt a vallása, városfalon belül
tűrték meg és engedték, és azért ez is kiemelkedő dolog. És ugye Izisz megint csak egy nő, akinek a gyakori volt az olyan ábrázolása, hogy egy gyermeket tart a kezében, vagy pedig egy csecsemőt szoptat. És ugye belegondolunk, ugye Szűz Mária a kisdet ábrázolással, valahol ez is neki az alapja. Úgyhogy azért a nők vitathatatlanul behálózzák, és igen, mindig ott vannak, valamiért kevesebb figyelmet kapnak, én bízom benne, hogy azért elsét a nyomán, ez változni fog, és talán több idegenvezető társam is méltán meg fogja majd említeni a hölgyeket, akik ott álltak a férjeik mögött, mellett. Ebben egészen biztos vagyok, hiszen a nők nélkül ritkán működne a gépezet, és ugye most lesz az első séta. Milyen alkalmakkal tervezi, vagy esetleg hogyan néz ki a további terv a séta kapcsán? Konkrétan ezzel a sétával kapcsolatban? Nem, hanem tehát hogy most lesz az első séta, ugye az idegenvezetők világnapján, de hogy időpontokhoz lesz kötve, vagy havonta egyszer fog indulni egy ilyen jellegű séta, vagy hogy tervezi a továbbiakat? Nincsen benne ilyen rendszeresség, mi nagyon sok tematikus sétát csinálunk, sőt csak ezzel foglalkozunk. Ezt még a férjem hozta be nagyon régen, és igazából azt látjuk, hogy erre van igényük az embereknek, hogy valami különleges dolog legyen az adott sétának a motivációja, vagy a fő témája, amit kiemelünk, és ez nálunk úgy néz ki, hogy a ugye vendégek jelentkeznek, amit ők szeretnének, azt még elmondanám így zárójelbe, hogy nekünk maga az idegenvezetés egy hobbi. Mi ezt mind a ketten a fő munkahelyünk, és hát a gyermekek, a család és a szőlő mellett csináljuk, úgyhogy a témák mindig úgy vannak, hogy amihez éppen kedvünk van. Mert én úgy gondolom, hogyha nekem ez a fő megélhetési forrásom lenne, és azon kéne gondolkoznom, hogy még mennyi pénzt kéne ebből termelnem, akkor az nem lenne olyan szívből jövő, és annyira lelkes, és talán annyira spontán, mint amennyire most tud lenni. És én úgy látom, hogy ezt a vendégeink nagyon szeretik, és elismerik, hogy ez valóban így van. Igen, nagyon jó visszhangja van egyébként a tematikus sétáknak a városban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a rengeteg tudást megosztják a látogatókkal, és hogy nekem is elmondta ezeket az információkat. Nagyon sok sikert kívánok a hétvégéhez, remélem, hogy annyian lesznek, amennyire számítanak. Nagyon majd. Szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük a hallgatóknak, minden jót, viszont hallásra! Kisalföld Podcast, hírek helyben, azonnal!